Bounty hunting is a complicated profession. Mindjárt megérkezik a Disney Plus vele együtt pedig az első élő szereplős Star Wars TV sorozat. A Disney ki is adta a The Mandalorian első előzetesét a D23 Expo alkalmából, és ugyan sokat még nem tudunk a sorozat sztoriáról, de a látott képsorok azért már megválaszolnak jó néhány égető kérdést. Íme minden fontos utalás, amit a The Mandalorian első előzeteséből kiszúrtunk. A trailer egy olyan beállítással indul, ami segít nekünk elhelyezni a The Mandalorian hely és időszak tekintetében. Ha ez a forró sivatagos planéta nem a Tatooine, akkor elég Hasonlít rá. A karó végére tűzött rohamosztagos sisakok egyértelműen arra utalnak, hogy a birodalom uralmát itt megdöntötték, és eme távoli bolygó lakói kezdenek újra magukra találni. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy a birodalom azért még nem hagyta el teljesen a galaxis ezen szegletét. Itt láthatjuk például a Giancarlo Esposito által játszott birodalmi tisztet Mov Gideont, aki Krenikhez hasonlóan szintén rendelkezik egy osztagnyi elit halálosztagossal. Úgy tűnik, hogy Gideon szeretné ismét átvenni itt az irányítást, annak ellenére, hogy a lázadók többé-kevésbé kiebrudálták a birodalmat. Úgy tűnik, hogy Gideon emberei épp egy vételen anyát és gyermekét veszik célba, mikor a mandalóriai fejvadász közbelép. Könnyen lehet, hogy akaratlanul is így kerül a figyelem középpontjába egy egyszerűnek indult küldetés során. Ugyanakkor az is lehet, hogy a jelenet vágása félre vezető. Akár itt egy flashbackből is láthatunk képkockákat, ami megmutatja, hogy veszítette el a címszereplő a feleségét és a lányát, és hogy lett belőle emiatt magányos harcos. Lehet, hogy van némi rendezetlen ügye is Gideonnal. A trailer a sorozat további fontosabb szereplőiről is mutat néhány képkockát. Láthatjuk a Gina Carano által játszott Cara Dune-t, aki egy olyan katona, aki a háború vége óta nem találja a helyét. Itt láthatjuk a Carl Weathers által játszott Grief Kárgát, aki egy fejvadászé vezetőjeként felbérli a mandalóriait, hogy találjon meg egy fontos célpontot. Lehet, hogy a trailerben Ebben látod gyerek ez a bizonyos célpont. Néhány képkocka erejéig a Taika Waititi által játszott droid is feltűnik, még hozzá akcióban. Korábban azt hittük, hogy az IG-88 nevű droidról van szó, de kiderült, hogy ez egy másik, ha bár ugyanolyan robot, amely az IG-11 nevet viseli. Érdekes módon a Werner Herzog által játszott karakter az egyedüli, aki meg is szólal az előzetesben. Az ő figurájáról még nem sokat tudunk, de úgy tűnik, hogy egy hadi úrszerűséget játszik majd, akit rohamosztagosok vesznek körül. Ugyan a legtöbb jelenet földfelszínen játszódik, azért így is kiszúrhatunk egy űrcsatát. A trélerben számos olyan idegen lény tűnik fel, amely ismerős lett a Star Wars rajongóinak. Ez itt egy Quaren, ez egy Twilek, ez pedig mintha egy VK lenne karbinatba fagyasztva. Úgy tűnik, nem Boba Fett az egyetlen olyan fejvadász, aki szereti lefagyasztani az áldozatát, mielőtt leszállítaná. Ez az akció jelenet segíthet belőni, hogy mennyire lesz erőszakos és sötét tónusú ez a Star Wars projekt. A The Mandalorian a messzi messzi galaxis sötét sarkába játszódik, és úgy tűnik címszereplője nem riad vissza attól, hogy bemocskolja a kezét. Ez minden, amit a The Mandalorian első előzeteséből kiszúrtunk. Ha ti találtatok még érdekességeket, azt feltétlenül osszátok meg velünk, és ha tetszett a videó, akkor csekkoljátok a D23 keretében bejelentett Marvel és Star Wars szériákról szóló videónkat. No meg, iratkozzatok fel ránk, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!